Én nagyon köszönöm, hogy ezt a városvezetés nem érti meg, és azt sem érti meg, hogy 5,5-6 millió forint egy ekkora települést, egy 4-szabályos települést lehetetlenné tesz. Megpróbálok ezek után, hogyha a városvezetéssel azt mondja, hogy viszontlátásra, pártészetéssel, nem hajlandó bejönni, természetesen Petőjenével, gyűjtés rendezünk az ország lakosságok között ebben az esetben. Mert más most már nem tudok, és ha szükséges, akkor esetleg még nemzetközi forrótól segítünk. Ennek ellenére, hogy én a forumot kötelességet képviselni. Természetesen. Én nagyon köszönöm, hogy ezt az emberek nem értik meg. És nem értik meg azt, amikor az egyik oldalon a kormány a külföldi területszerzések és zsebszerződések ellen áll fel, a másik részen pedig egy másik településnek a területpolitikája és területfoglaló politikája ellen nincs egy rejménysen lehet, még csak távolságnál. Én gratulálok az önöknek a jogászatnak, ügyvédjeinek, nagyon jól is mondták, értenek hozzá. Mi nálunk nincs ilyen. Erre nem tartom én továbbszra, azért a dolgok hozottak el, amik igen rossz fényben tüntetik föl az önkormányzatot és a hivatalt, amit vissza kell utasítani. Semmilyen simlisség nem volt benne, semmilyen jogtalan előszerzés nem volt benne a város részéről. A megkeresés Petőjenétől érkezett, Zalaegerszeg előkészítette az iratokat, Petőjének van körjegyzősége, van jegyzője, van apparátusa, el kell olvasni, meg kell nézni, és nem csak akkor aláírni. Egyébként semmi olyat nem tartalmaztak ezek az iratok, hiszen ezt a bíróság ítélet is alátámasztotta, ami kifogásolható lett volna, úgyhogy én ezek a polgármester leghatározottabban visszautasítom, amiket itt említett. Önök nem hajtották végre a saját testületük által meghozott határozatot, emiatt került sor jogkorlátozott bótlására, amit a bíróság megállapított. A akadékoskodás, a halogatás miatt került a város olyan helyzetbe, hogy költségre jártunk, hiszen jogszabályváltozás miatt elveszítettük az illetékmentességünket, még ezért ezt a pénzt az, amit igényt tartottunk, és ez szintén megítélte számunkra a bíróság. Tehát nem igazán fedi a valóságot az, amit a polgármester úr itt előadott. Ennek az egész ügyletnek semmilyen problémája nem volt jogilag. A két település egészen addig együtt működött, amíg valahogy ki nem találták, hogy ebből ezt mégsem hagyják végre ezt a terület átadást, amilyen történt a kultúrnál.